Ugyanarra a dologról beszélünk, ők megtanulták, én viszont átéltem. Én ahhoz értek, sérült emberként, hogy nekünk mire van szükségünk. Talán ez a megközelítés a dolgoknak. Intézmény szinten is egy borzasztó nagy visszajelzés ez nekem, hogy jó, amit csinálunk, hogy egy visszaigazolást kapok, ha tényleg szükség van rá, és jó, amit csinálunk. Még a nehéz napok ellenére is töretlenül kell ezt folytatnunk. Vannak nagyon-nagyon nehéz napok a központ vezetésében, a központ életében is, mint a gyógyulás folyamatában is. De nem szabad feladni, motiváltnak kell lenni. Nagyon-nagyon nehezen fogadott a szakma. Hiszen ők azért nyilván nagyon sokat tanult, nagyon sokat mindent megélt, tapasztalt emberek, akik erre tették el az életüket, hogy gyógyítsanak. Én egy teljesen más szegmensű jövő, úgymond ember vagyok, akit az élet hozott erre a területre. Mindig kiemelem, és ez nagyon fontosan tartom azt, hogy én nem vagyok szakember, nem értek a rehabilitációhoz. Hozzáállás miatt fogadnak el engem, és most már ismernek is ennek, és ezt nagyon-nagyon büszkén mondom, hogy elismernek, hiszen nagyon sokszor kikérik a véleményet. Mikor egy-egy páciens rehabilitáció akár akut szakban, akár akut szak után elakad valamilyen szinten, nem ezzel kikérik a véleményet, hogy talán én mit látok, hogy látom, mint sérült ember. És talán ennek köszöntem azt, hogy igen, elfogad a szakma, megbecsül a szakma, most már talán mondhatom azt, hogy megbecsül a szakma. Mind az orvosok, mind a gyógytornászok, mind a rehabilitációban jártas összes szakember. Nekem nem az motivál legjobban. Nagyon-nagyon elismerés és nagyon-nagyon hízelgő nekem, és sokszor felfoghatatlan az, hogy egy asztalán ülök azok az emberekkel, akikkel előtte a tévében láttam, és csodával néztem, hogy fú, nagyon okos emberek, meg rengeteget tanultak, meg stb. De nekem a legfontosabb az, amikor a hétköznapi emberek, a hétköznapi sérült emberek adnak a szavamra, kikérik a véleményet, és meghallgatnak. És talán ez a legtöbb, amit én kapok ettől az egésztől.